egy válasz, ként született maga az ötlet, hogy mi helyezünk egy márványtáblát rajta, latin szöveggel is. A polgármesteri hivatalnak válaszoltunk arra, hogy miután a polgármester azt mondta, hogy nem fogja megtámadni a bírósági döntést, de a többnyelvű helységnyi táblák fölé egy márvány feliratot fog kitenni latin szöveggel, utalva a római örökségére, meg múltjára a városnak. Na most a polgármesteri hivatal által meghirdetett márványtáblák műanyagok lettek, arab számokkal, mi pedig tartottuk szavunkat, kicsit megkésve, kicsit később, a születésnapunk alkalmából, ugyanis februárban született a Muszáj-Muszáj, a születésnapunk alkalmából avattuk fel ezt az amúgy ötnyelvű táblát, amelyiken az szerepel latinul, románul, magyarul, németül és cigányul, hogy itt született a Muszáj-Muszáj, hiszen az Insomnia kávézóban született ezelőtt 3 évben. Az, hogy 374-en kapcsolódtak be a perbe, ami aztán nyert, és úgy gondoltuk, hogy ha meg lett nyerve a per, és ezt nem támadta meg a polgármester, akkor mostantól a bürokrácia az majd meg fogja oldani a kihelyezését ezeknek a tábláknak, és nem gyakoroltunk nyomást a hivatalra és a hivatalban dolgozókra. Ez egy hiba volt. Ezt láthatjuk, egy év eltelt, és nincsenek kihelyezve a táblák, csak 4 darab a 16-ból. Nagy sikernek mondanám azt, hogy sikerült azt elérni, hogy Emil Bok úgy érezte egy adott pillanatban, hogy nem vehet részt a március 15-i ünnepségen, hogyha a közönség előtt nem vállalja fel, hogy ki fogja helyezni a táblákat. Tekintettel lévén, hogy amióta tart a többedik mandátuma, ez sose fordult elő, hogy ő ezt az ünnepséget kihagyja, és nem is volt erre valamilyen hivatalos kifogása, hogy el lett volna utazva, vagy valami. Egyértelműen ezért nem jött el, nem akarta kitenni magát a tömeg haragjának, hogy úgy mondjam. Lévén, hogy mi egy Facebookon kommunikáló csapat vagyunk és mozgalom vagyunk, így a Facebook szempontjából egy különleges eredmény, hogy Románia legvirálisabb videóját összehoztuk, amikor egy szavazást indítottunk el a bírósági döntés előtti nap, hogy fontosnak találják-e, hogy a javunkra döntsenek. Hát ekkor 4 óra alatt több mint 38 ezeren szavaztak. Igazából a negatív szavazatokkal több mint 40 ezeren, de elhanyagolható volt a negatív szavazatok száma. Körülbelül 7000-en megosztották ezt a videót, és 1,5 millió emberhez jutott el. Ez Románia azóta is a legvirálisabb videója.